Kívülről is látszik, megújult a teremi orvosi rendelő épülete. A fejlesztés 30 millió forintból valósulhatott meg, amelyet a Magyar Falu program keretében nyert el a település. Az életmentő felszereléseket mutatják a rendelőben dolgozók. Ezeket is a támogatásból vásárolták meg, ahogy a falu gondnoki buszt is, amely a korábbi 13 éves járművet váltotta le. A közel 700 fős település önkormányzata további beruházásokat is megpályázott. Van bent egy útpályázatunk 30 millió forint értékben egy belterületi út felújítása. Aztán van a közösségi tér felújítása 6 millió forint értékben. Ez a két pályázatunk már bent van. Most tervezzük a temető felújítás pályázat elkészítését, még ez nincs kiírva. Aztán járdaépítést szeretnénk a jövőben megvalósítani, és ami még fontos volna a község életében, az iskola felújítása. A Magyar Falu program a leromlott állapotú utak felújítását is célul tűzte ki. Idén 5 települést érintenek ezek a munkák a megye 6-os számú választókerületében, melyek két helyen már befejeződtek, 3 helyen pedig a nyáron készülhetnek el. A választókerületbe tavaly 720 millió forint érkezett a programnak köszönhetően, melynek elsődleges célja, hogy megállítsa az elmúlt évtizedekben elsősorban a kisebb településeken tapasztalható népességcsökkenést. A falusi csok és ezek a lehetőségek, amelyeket a Magyar Falu programból a település kapott, azok jótékonyan hatnak a családok életkörülményeire és a letelepedésre. És ilyen formán én úgy gondolom, hogy a 2 év alatt a Magyar Falu program elérte azt, amit elérhetett, bebizonyította, hogy a magyar vidéknek tud eredményes és hatékony segítséget nyújtani. Ez pedig már Érpatak, ahol a bekötő út rekonstrukciója volt a legnagyobb fejlesztés a program keretében. De óvodai udvari játékokat is beszereztek, és a temető körbekerítését is megoldották az elnyert forrásokból. Idén mások mellett gépbeszerzésekre és további útfelújításokra pályáznak. Ebben az évben már pályáztunk orvosi eszközökre, mert településünk ugye úgymond egy kicsit hátrányos helyzetű orvosi ellátás szempontjából, mert több mint 5 éve már betöltetlen praxisként van nyilvántartva Érpatak. De a mostani pályázati lehetőség alapján az orvosi eszközöket sikerül, ha megnyerjük, akkor sikerül egy kicsit korszerűsíteni, és szeretnénk ugye meghirdetni a praxist, hogy hát ha sikerül házi orvos találnunk, aki több évre is lekötelezni magát ide Érpatakra. A 2018-ban meghirdetett program lényege, hogy a pályázat tartalmát maguk a pályázók írják. Ezek lehetnek az 5000 fő alatti lélekszámú települések önkormányzatai vagy egyházközségei. További különlegessége, hogy a program során bármikor lehet változtatni a pályázaton, így azt a valós igényekhez tudják igazítani. Az igénylőköre ráadásul idén bővült. A tavaly évben a kedvezményezeti körbe alapvetően a családok tartoztak, jellemzően a falusi csok lakhatási rendszeri, lakhatási támogatási rendszerén keresztül. Az állami útkezelő, hiszen hosszú 800 kilométernyi szakaszokon újítunk fel 100 milliárdos nagyságrendben állami mellékúthálózati szakaszokat. A települési önkormányzatok és az egyházközségek ennek a pályázati rendszeren keresztül, Az idei évben azonban bővül a kedvezményezettek köre, hiszen meghirdettük a falusi civil alapot, amelynek keretében a kis településeken működő civil szervezetek is nyújthatnak be pályázatot eszközbeszerzésre, ingatlan fejlesztése vagy éppenséggel rendezvények megvalósítására. A kiírástól függ, hogy milyen összeget igényelhetnek a pályázók. Idén pedig újabb típusú beruházásokra, például óvodaudvar vagy játszótér felújítására is igényelhetnek forrást. A kormánybiztos hozzátette, a cél, hogy a jövő évi költségvetésben is rendelkezésre álljon a programra szánt 150 milliárd forintos keret.